Na, hello, hello, sziasztok! Folytatjuk tovább a Nio 2-t, és hát nagyon-nagyon-nagyon örülök, ugyanis egyetlen egyszer csináltam csak még meg ezt a zenárás pályát, leszettem Crusher-re, végre valahára, és hát baromi nagy mákom volt, mindjárt mutatom is, hogy miért, ugyanis megkaptam nem csak az Ipondatara odacsinak a Smithing textjét, hanem a Sohaya garbot is, úgyhogy végre valahára meg tudjuk magunknak csinálni, egészen pontosan ezt az armort. A probléma csak annyi, hogy majd így alapanyag az, hát itt a dwellereket kell majd szedni ezerrel, hogy ezt a skint megkapjuk hozzá, ez ugye egy ilyen speckó alapanyag, ami kell, de én ennek már most nagyon örülök, mert legalább a lehetőségem meg lesz rá, hogy megkapjuk egészen pontosan ugye ezt a set bónuszt, úgyhogy én el is kezdem leforzsolgatni, és reménykedünk, hogy lilába, hát most ha nem is lilába, de hogy valamiben úgy kezdjük kiépíteni végre ezt az egész szettet, úgyhogy ezt már most én itt fel is veszem. Illetve akkor nézzük, hogy mi kell az Ipondatara odacsihoz, hogy megcsináljuk. Hát tényleg baromi nagy mákon volt, úgyhogy így, hogy meglett a Crusher, és ez a két Smithing text is. Hát majd játszunokám, miután még megcsinálom háromszor a zenerát. Ó, jaj, de jó, meg lett lilába. Oké. Na, ez már level 20-as, és ami lényeges, corruption-ös. Itt ugye majd arra kell törekedni, hogy minél hamarabb feléledjen, úgymond a fegyver, felkeljen, és akkor olyankor, ha lilán világít, akkor 30%-kal ugye nagyobbat sebzünk. Na, a felesleges cuccokat, mert abból aztán van bőven. Megfogjuk, és akkor szétszedjük. És megnézem, hogy tudok-e most esetleg még valamit itt kezdeni ezzel az odacsival. Mondjuk tegyünk rá egy ilyet, hogy kevesebb kit használjanak, ugye a skillek. És hát itt pörgetjük egy kicsit, hogy hát ha kapnánk valami izgit, ez mondjuk jó. Ugye mid stance-be kevesebb kit fogyasztasz, hogyha gárdolunk, és ugye közben ütlegelnek minket. Illetve meglátjuk, hogy erre a pontra pörgetne nekünk ki valami, hát valami hasznosat esetleg. Hát menjünk akkor erre az Active Skill grapple damage, nagyszerű. Ez így már teljesen jó. Ez a High Active Skill Damage, ez meg ugye azt jelenti, hogy ha magas állásban használunk skillt, akkor az plusz 7%-kal nagyobbat fog sebezni. Tehát ez most jelenleg a Twin Moons igazából az egyetlen olyan skillünk, amire ez hatással van. És ugye nyilván, ami még fontos, ez most nekem így tök jó, de más karakter esetében, amin van ilyen, hogy skill damage, vagy bármilyen damage, arra ugye attack bónuszt a későbbiekben nem fogunk tudni temperelni, úgyhogy ez fontos, illetve kaptam egy ilyen bót, ezt amiatt szeretem, mert ezen rajta van ez a fix stat, tehát hogyha ez hatással van például a shurikenekre is, tehát minden ilyen projectile-ra, vagy olyan dologra, amit dobunk, amivel lövünk, hogyha eltaláljuk vele az ellenfelet, akkor 18,1% esélyünk van arra, hogy lecsökkenti az ellenfélnek a támadását. Tehát olyan lényegében, mint az az Omnio Magic, ami a Devigorét, amivel ugye lecsökkentjük az ellenfélnek az erejét. Na úgyhogy ezt, amiért szeretem ezt a bót, és általában mindig ezt is viszem át endgame-re, mert ez baromi jó, ez a fix stat. Na hát ide próbáljunk már valami hasznosabbat. Itt is ugye itt az lenne a legjobb, hogyha valami damage bónuszt kapnánk, ami nem csak a revenantokra jó. Na ez mondjuk jó, ez hamarabb veszi ugye elő a fegyvert, a karakter. Ide pedig megpróbálunk még esetleg valami izgalmatosat. Hát ez se rossz, a damage bónusz, familiarity, de ide ugye a damage bónusz agility kellene nekünk, arra nagyobb százalékot kapnánk. De meglátjuk. Na hát jobb híján most ezt kaptam ide, movement speed, gyorsabban mozog a karakter, miközben célzok, tehát olyan, mintha normálisan sétálgatna. Lehet majd vele így taktikázgatni ezt, azt, amazt. Az armorokat még nem fogom szerintem temperelgetni, mert azok még ugye nem fixek, mindenből majd lilát szeretnék.
Úgyhogy azzal most még jelenleg nem foglalkozunk, viszont akkor így most már jelenleg szerintem készen állunk, hogy bevegyük a Yatsunokami pályát, illetve akkor behúzom a pontokat, amit kaptam a Zenenra Crusherért, tehát akkor megy tovább ez a sor lényegében, amit elkezdtünk. Hát nem tudom, szerintem a Sohaya után kaptam valami pontot, vagy valami ilyesmi. A Shiftlingen ezt fogjuk most kinyitni, hogy miután sikeresen burst counterezünk, egy kicsivel gyorsabban fog visszapörögni a karakternek a kije. Itt az Omnio Magic-en pedig egyelőre én most itt hagyom a dolgokat, bár esetleg ezt még itt kinyithatjuk, és elkezdhetjük kimaxolni a Purity-t, hogy minél kevesebbe kerüljön. Az Odachi-ra pedig szintén kinyithatunk végre egy új skillt, ami pedig... Én azt mondom, hogy legyen ez baromi hasznos, ugye így előre szökken a kari ezzel a fegyverrel, és ez van ugyanúgy a kardon is, csak azt ugye az ájtól lehet kifarmolni, de egyébként igazából a kettő az teljes egészében ugyanaz. Itt pedig akkor építkezzünk erre felé, mert ugye itt lehet kinyitni a ninja kapacitást, amivel ugye bővíthetjük a repertoárt, úgymond, úgyhogy ahhoz pedig majd ugye ez a kettő kell még, hogy idáig eljussunk, úgyhogy akkor itt ezt nyitottuk ki. Na és akkor most már innentől kezdve teljes egészében megvagyunk, fel vagyunk fegyverkezve, elkezdtük kiépíteni az armort. Pattanunk is szépen Yatsunokamizni, és hát itt remélem, itt tényleg nagyon remélem, hogy meg fogom tudni Vidiben csinálni a Crushert. Jaj, már itt már vártam, hogy jöjjön a cutscene, amit már nyomok is elfelé. Na hát most már azért egy kicsit úgy, na igen, és itt látszik, hogy mennyivel gyorsabban mozog így a karakter. És azért ez így már jó, mert célzás közben is ki lehet ugye kerülni mondjuk ilyen-olyan támadásokat, meg ilyesmi, úgyhogy ez azért hasznos, hogy így lehet ilyen pikpak helyezkedni, vagy hogyha éppen valaki becéloz és meg akar lőni, akkor ugye az elől is el lehet így szépen sasszézni. Viszonylag lassan jönnek ezek a nyilak a karakter felé ebben a játékban, úgyhogy azokat tök könnyen ki lehet sétálni. Hát, ha meg puskával lőnek, az már egy másik történet. Na, takarítsuk itt ki először szerintem ezt a Dark Realm-et. Ezzel itt jobb minél hamarabb elbánni. Még gakikat itt szépen kilődözgetjük. Na, ennek most bejött az attack debuff. Úgyhogy ezt csinálja. Ez az így, kérem szépen. Mondom, nagyon-nagyon jó, nekem mindig ez van endgame-re. Teljesen mindegy, hogy milyen karit vagy milyen buildet csinálok. Tessenek jönni, Yoki. Nem érünk rá egész nap. Ja igen, és akkor ugye a Devastating Rush, az pedig ugye ez a skill. Na, és itt pedig ugye a Yoki csinálja a Dark Realm-et, úgyhogy vele érdemes itt pikpakká bánni. Ki tudjuk lootolni itt a terepet, mert itt két ládikó is van. Egy lent, egy fent. És ugye itt ez az a pálya, ahol meg a Minó veteránt meg lehet szerezni, ugye az az armor, amivel az eredeti végigjátszásom, vagyis itt a legelső végigjátszásomat csináltam. Baromi jó heavy set, és én azt nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert baromi jó a defense, jól lehet tankolni vele, stb. Na nézzük, Mujina barátosunk. Oké. Ezt könnyedén megoldjuk. Na, amíg ő itt előrülget magának, addig itt kilútolgatjuk a terepet, minél hamarabb haladhassunk tovább. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Yatsunál, úgyhogy amiatt sietgetek itt. Hát fiúkat azért még itt eltesszük lábalól, meg azt hiszem, igen, itt van egy ninja is. Értük is járnak amúgy pontok a ninja után, úgyhogy érdemes velük is küzdeni. Na, légy szíve. Ajajaj, ez nem jó, itt meghalunk. Azt hittem, hogy be fogja adni még itt, hogy átvágjam a vállamon ezt a palit, de nem. Jó, oké, rendben van. Itt már a izét, azt, na hát meghaltunk, ez is megtörtént. Lényeg, ami lényeg. Innen megyünk, én itt már itt körbe még egyszer nem futok. Papi! Maudjával. Na és hát ugye most már corruptionos fegyverünk van. Úgyhogy ott a fegyver felett láthatjuk, hogy hogy töltődik. Hogy töltődik a fegyver. Amint a csík eléri a maximumot, ugye elkezd lilán világítani a fegyver. És olyankor viszi felfelé az ellenfélre a korrupt elementet. Illetve...
Na, pillanat. Illetve 30%-kal nagyobbat fogunk majd sebezni. Na hát most itt gyorsan papi mellett el kéne futni, hogy a Guardian Spiritet kihozzuk. Jó. Na, papi, véged van. Véged van, véged van. Na és ilyenkor fel is élett a fegyverünk. Amennyiben a fegyver feléled és van rajta valami buff, a Corruption felül fogja írni, úgyhogy a Purity azért tűnt el most nekem. Ez minden esetben így van, teljesen mindegy, hogy milyen element van rajta. Corruption itt az elsődleges, hiszen igazából emiatt az element miatt is választottuk ugye ezt a fegyót. És szerintem a legjobb damage-et a korrupt fegyverekkel lehet a játékban kihozni, endgame-ben is egyébként, bármennyire is jó grace később, mondjuk az Izanagi. Egyszerűen ezzel szerintem sokkal nagyobb damage-et lehet csinálni endgame-re, mint bármi mással, úgyhogy én ezt az elementet szoktam javasolgatni, de nyilván ez már ilyen preferencia kérdése, úgyhogy a Purity is nagyon jól működik endgame-be, de ezzel szerintem, tehát a korrupt fegyverekkel tényleg csak játszani kell, és semmi extrát nem kell csinálni, nem kell buffolgatni, nem kell yokai izét, realmeket purifikálni, stb. Természetes úton módon fel lehet éleszteni a fegyvert, ugyebár. És tényleg csak játszani kell vele. Na, és akkor itt most már, aha, itt lesz valahol a ninja lock, így van. Tényleg mindent össze kell szedni ezen a pályán, mert kritikus, de igazából a szamuráj lokokat kellene majd így. Hát visszaemlékezgetnem rá, hogy hol a túróba voltak így a játék során, mert az lesz majd a húzósabb történet. Na mindegy, most már itt vagyunk a pályának lényegében, az utolsó felében. Hát ez itt aztán majd minden szemetet tényleg összefúj a szél, úgyhogy itt aztán lesz mit takarítgatni. És ki is kell takarítanunk majd mindent, hogyha mind a három cicát beszeretném vinni, mert az csak úgy fog működni, hogyha könnyedén tudok így itt futkározni, nem állok le, úgymond idézőjelesen bullshitelgetni az ellenfelekkel, mert ha lejárnak a cicák, az gány. Játszunk-e, mint meg nélkülük, nem tudom, hogy így hirtelenjében meg tudnám-e csinálni nélkülük Crusherre. Lehet, hogy meg, de én azt mondom, hogy ne kockáztassuk. Nekem most baromira kellenek ezek a prestige pontok, úgyhogy a tájtölök. Szóval én ezt most itt nem bízom a véletlenre. Így se biztos, hogy meg lesz egyébként. Fene se tudja, hogy leszünk. Itt meg ugye le lehet ugrani, és akkor le lehet rövidíteni ezt az egész pályát, mert ott lennénk a Yatsu aréna előtt, és akkor lehetne bemenni emberkedni. Na de hát ezt most nem level 1-en fogjuk megcsinálni, hanem először is ezzel a Nureonnával kellene sürgősen elbánnunk. Mert, na ő mondjuk, aha, izgalmas lesz így. Remélem, hogy hamar le tudjuk. Őt is le lehet egyébként perizni, bármilyen hihetetlen. Ilyen nagyon érdekes módon, de le lehet fektetni a földre, csak egy jó pillanatba kell elkapni. Nem igazán szoktam őket perizgetni, szóval... Talán őt periztem idáig a legkevesebb alkalommal így az egész niós pályafutásom során. Egy darabig azt hittem, hogy le se lehet őket egyébként, úgyhogy tökre meglepődtem, amikor kiderült, hogy de... Na de hát, na menjünk nürikebézni, hát ha dobna nekünk egy szólkort, kérdés csak az, hogy mi a túrót mutassak én neked. Ah, mekkora mákunk volt. Ide muszáj bejönni, mert itt lesz egy lock, a mage lock, úgyhogy ha valakinek nagyon-nagyon-nagyon kell, mint például most nekem, akkor itt emögé a nürikebe mögé muszáj bejönni. Na de, jó, helyes meg is van. Majd az utolsó shrine-nál elköltögetjük ezeket a pontokat, addig nem sietgetünk vele. Ide pedig beugrunk szépen a kis kodamánkért. Ez jól el van rejtve egyébként. Tényleg alig lehet így itt látni. Annyira szépen beleolvadott a kis környezetbe. A fene vigye el, hogy pont az Enkit lövöm. Ó, már azt hittem, hogy nem is jön ide akciózni. Gurulja. Kis szörmók. Úgyni. Ipponnal tök jó, tök könnyű letörni egyébként a szarvát az Enkinek, meg a Jokiknak is amúgy, úgyhogy azokra is tök jó az Ippon szólkor. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire hasznosak.
Amúgy nem kaptam szókort azon az egy alkalommal az Ipponoktól, amikor bementem ugye a zenárás pályára most, szóval nem tudom erősíteni még azt, ami most van, de majd nem baj, majd idővel. Itt pedig ugye a Hot Spring a pályán, az egyedüli. De az első végigjátszásomban ezeket is azért úgy bejelölgettem a videóba, ott igyekeztem tényleg mindent összeszedni, mindent megcsinálni, úgyhogy ott vissza lehet keresni, hogyha most így esetleg valamelyik pályán elhagynék ezt azt, hogy mi hol volt. Nekem most a Hot Springek azok itt annyira nagyon nem lényegesek, úgyhogy a kodamák, azokra fogok csak koncentrálni. Na hát annyira nem lenne lényeges, de nyissuk ki itt a shortcutot magunknak, biztos, ami biztos, bár azért reménykedek benne, hogy nem fogok meghalni a pályán. Na de hát sose lehet tudni. Azért az a ninja is szépen elbánt velünk ott kint. Nagyon-nagyon-nagyon kicentisztem ott a dolgokat, kimillimétereztem feleslegesen. Á, és itt egy szohaja már el is felejtkeztem rólad, hogy te meg itt átcsorogsz és itt búslakodsz. Na hát igazából ő is dobhatná nekünk a smiting textet, de amúgy tényleg az első szohaja, ami szembe jött velem, fejbe lőttem meg, hót, ez ki is dobta az armort, úgyhogy baromira örültem. És az egyetlen odacsis ippondat, arra megmondom ezt az odacsi smiting textet, úgyhogy hát baromi nagy mákon van, de komolyan. Na hát itt le lehetne ugrani, de nem ugrunk, mert most a biztosabb utat választjuk ezen a pályán, úgyhogy a szokásos menetbe megyek én itt, ahogy szoktam, mindig is. Gaki barátunkkal kezdjük, mert te elég idegesítő vagy, amikor itt a szobrokat törögetem össze, te meg jössz, az dobálsz. Úgyhogy itt szintén jár title azért, hogy... Jaj, nem, itt trofiát érte, hogy ugye meg kell úgy csinálni a pályát, hogy nem törsz össze egyetlen egy kígyószobrot sem. De hát én itt összetörök mindent, szóval itt most én itt a Poison-nel level 1-en biztos, hogy nem fogok hülyéskedni. Úgyhogy szépen bemegyünk és megcsinálunk mindent, amit csak kell. Mondjuk most azon gondolkozom, hogy lehet jobb lenne... Nem, kitakarítunk mindent, és majd csak a legvégén fogom aktiválni a shrine-t. Nem lesz itt probléma ezzel. Ez a gaki egy kicsit kellemetlenebb történet, de le tudjuk így. Kitakarítjuk a teljes alsó terepet, és majd csak a legvégén fogok leülni a shrine-hoz, ha már a... Ajaj! Ha már ide visszajöttünk. Hát ez nem jött össze, hogy ne halljak meg itt lent. Na jó, mindegy, akkor indulunk itt újra. Jokikat annyira nem szeretem emiatt a vakdalkozós hülyeségük miatt, annyira kiszámíthatatlanok sokszor. Nem tudom, hogy van-e Summoner Scandal-om, azzal ugye visszahívhatnánk a Guardian Spirit-et, de... Na mindegy, elszaladunk érte, nem olyan nagy cucc, legalább most vissza vannak töltve a cuccaink. Van Purity, van Barrier, van minden, van Show, hát ez de jó lett volna, ha van több belőle a zenáráson legelőször. Még lehetett volna egy második esélyem. Felviszem rá a Purity-t, de... Na mindegy, sikerült, ahogy sikerült, igazából. Nem olyan lényeges, leszettük pikpak. Na, kezdjük akkor itt újra előről a takarítósdit. Szóval a tervem az, hogy mindent leszedünk. Üresen hagyjuk a pályát. Összeszedjük a cicukat, és akkor úgy aktiváljuk majd a shrine-t. Na menjünk ide vissza, mert... A Guardian Spirit-et sürgősen vissza kell szednünk. Gakivel elbánunk úgy, ahogy eddig. Ígyni. Ilyen urasan. Na! Joki barátom. Gyere! Gyere, a fene vigyen el. Nézd meg, és még így is csinálja a hülyeségét. Hát igen, téged le kéne perizni a fenébe amúgy. És még a izét se tudom neki össze. Szarvát! Úristen, de nehezen adta magát itt ez a Joki most. Hát... Na te most aztán megküzdöttél az életedért, az biztos Isten. Na, második szobor. A harmadik pedig majd ugye ott lesz bent a shrine mellett, a Dark Realm mellett, és akkor ha azt leszedjük, akkor lényegében a teljes egészében leszedjük a Poison-t itt erről az alsó részről, és akkor nyugodtan lehet így itt jönni, menni, gyűjtögetni, meg stb.
cicánk az majd ugye ebben a barlangban is lesz, majd ott befelé arra, most egyelőre azt hagyjuk, hanem jövünk itt ki, és itt takarítgatunk egy picit, mert hát van itt még dolog bőven. Na, ellövöd, nem? Nézd meg, és ki, ki tart addig, ameddig... Ameddig kell, öcsém, ezek az aberránsok. Jaj, igen. Jaj, de jó, hogy van bombánk, mert ti meg ettől haltok meg a legkönnyebben. Tényleg belőlük is van a kis mini umibuzikból. Egy néhány. Ezen a pálya. Ó. Oh. Ajaj. Lőjed. Így né. Na. Haladjunk. Szerintem jöjjünk be először ide, és kitakarítjuk ezt a kis mini részt is. Itt ugye vele kell vigyázni, hogy ő itt fent ólálkodik, hogy ránk tekeredjen. Na, barátos asszonyom! Sürgősen haj meg, kérlek, mert te is akkorát damage-elsz, mint egy ház. Ez nem jó. Oh, wow! Hát ez nem sokan múlt, most se. De lehoztuk. Itt igazából csak a Kodama érdekes számunkra, semmi más. Nincs is itt semmi, úgyhogy innen már távozunk is a fené. Jaj, dehogy nem, hát ott van bent egy ládikó. Hát mondjuk ebbe szerintem annyira nagy lényeges dolgok amúgy sincsenek. Ah, de kaptunk egy matchlockot. Na, az mondjuk nem rossz, mert annak már azért elég jó damage lesz. Hát, hozzuk a goldosat. Nekem most itt a Zsuzsi a lényeg, ugye nem az Amrita. És... szerintem lőjük is fejbe, kisasszonyt. Kezdjük. Kezdjük a balhézást. Ok. Majdnem. Gyere. Zárjuk ezt most már rövidre, mert... komolyan már... öcsém? Na végre. Ők is dobhatnak egyébként odacsit. De nem lesz olyan szerencsém, hogy kidobják. Az már tényleg baromi nagy mák lenne, ha még ők is dobnának smiting textet. Na de legalább. Van még bombánk, és ugye itt van a következő kis Kodamánk. Búj elő, légy szíves. Ők ugye megijednek, hogyha a közelükbe harcol a karakter, vagy valami történik, úgyhogy ők így akkor így visszabújnak a kis satyjukba, és eltűnnek egy darabig. Na, Enki. Tudjuk ezt le. Egyébként ezen a pályán is lesz lehetőség arra, hogy Ippondatara szolkort kapjunk, mert majd mindjárt itt áll. Egy, nem messze innen, úgyhogy nagyon-nagyon bízok benne, hogy kapunk egyet. Jaj, csak itt ezt a gakit kéne. Kezdjük a gakival, mert ő elég idegesítő, hogyha bezavar az ilyen nagyobb harcokba, és pár pedig, ha megteheti, akkor be is zavar. Távozás, barátom. Na, legalább kaptunk egy ninjutsu pontot is. Szuper. Hát lesz mit elkölteni majd, ahogy elnézem. Már két pontunk is van. Na, és ugye itt a kis ipponunk. És nagyon-nagyon remélem, hogy kapunk tőle valamit. Na, tessenek ütni, így né. Hagy haladjak. Tüp-türüp. És vége is. Na, szólkor. Ó, szólkor. Ó, és meg is kaptuk a kis Heber-nek is a smiting textjét. Tök jó. Ugye az, hogy milyen smiting textet kapunk az ipponttól, attól függ, hogy éppen milyen fegyver van a kezébe, úgyhogy aki az odacsit akarja megszerezni magának, az az odacsis ipponokat terrorizálja. Aki meg a Hammert, az ezt a félét. Egyébként a Hammerösből van több. Na, ugye itt fekszik az egyik cicánk, aki majd nekünk kell. És még itt egy Kodamát meg kell menteni a gakiktól, ha mindent össze akarunk szedni. Így né. És ugye ezen a pályán most már van Sudama is, úgyhogy tudunk majd velük így trédelgetni. Ugye az első Sudama az itt bújik el, és akkor neki dobni kell igazából bármit. Én szólkorokat szoktam neki dobálni, majd most mindjárt adunk is neki egyet, valamiből válogatni, úgyhogy menjen mondjuk ez a Joki, ez úgy csak áll nekünk. Felveszi, megeszi, és akkor cserébe ad nekünk valamilyen itemet. Általában a Spirit Stone-okat. Na igen, most így elég sokat is kaptunk. Úgyhogy érdemes nekik így adogatni. Lehet adni nekik fegyvert, lehet adni nekik armort, igazából bármit, ami éppen úgy nálunk van, nem kell, felesleges. Itemeket is lehet neki, hoppá, dobálgatni. Hát így kísérletezgetni kell velük.
Általában úgy mondják, hogy mi kell nekik egyébként, de én igazából soha nem szoktam arra figyelni. Én mindig mindegyiknek szólkort dobok, aztán úgy vagyok vele, hogy lesz, ami lesz. Ad, amit ad, nem azon fog múlni semmi. Na és ugye itt már lesz egy nürikebe, úgyhogy neki pirosat nem szabad mutatni. Akkor ez sárga lesz. Oké. És itt érdemes bejönni ebbe a dark realmbe, mert így ezt az aberráns tök könnyű ugye elérni. És elég zavaró. Zavaró tényező itt ezen a részen. A fene vinne el, hogy leestél komoly... Ó, a fenébe. Na, ennek így itt most muszáj vagyok átmenni Jokásibbe, mert meghalunk. Ideig meg most még egyszer nem szívesen futnék le. Na, tökítsük el innen ezt a dark realmet, mert... Így. És híleljük vissza magunkat, mert ez nem sokon múlt komolyan. Ez nagyon nem sokon múlt. Na, de most már lassan végzünk itt ezzel a pályával, ezt itt még itt megcsináljuk. És mehetünk is a cica hadseregért, igazából. Na gyere, gyere kisasszony. Essünk túl egymáson. Ez a Joki lesz már ott a legkisebb probléma egyébként komolyan. Nüreonnáktól azért így egy kicsit félek level 1-en. Ha van ellenfél... Amitől most egy kicsit így felszokik a pulzusom, az tényleg ők. Így, jó van. Megoldottuk azért. Na Joki, gyere, most már csak te vagy itt az utolsó. Utolsó túlélő. Gyere. Üss. Üss. Jaj, de ne grebelj, üss. Atya úristen. Na, vagdalkozós hülyeséget. Akkor próbáljuk letörni a szarvad. Fenébe pedig ezt a talpalást is le lehet perizni. Csak rosszkot csinálom. Üss. Na, istenem. Jó, akkor hagyjuk a fenébe az egészet. Akkor ne üss. Akkor majd ütlek én. Majdnem. Hát azért ez a Twin Moons, ez baromi jó. Így né. Ezt megoldottuk akkor így. És nem fogom most itt egyelőre még a Shrine-nál újra tölteni a dolgaimat. Ó, igen, ez a Blood Spider Blade az, ami... Hát bár... El kéne szaladni a cicukért. Ez a Blood Spider Blade az, amit a Dureonnek dobnak egyébként. A Smiting Textet, hogyha szerencsénk van. Na most arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egy olyat, hogy összeszedem a cicákat. Ja, ez lesz a terv. Összeszedjük most a cicukat. Kettőt felveszünk, visszaszaladunk pikpak a Shrine-hoz. Visszatöltjük a dolgainkat. És megyünk a harmadik cicukáért, és akkor leszedjük. Leszedjük Jacut. Itt ugye annyira sokat nem kell bejönni. Itt vannak még ellenfelek, de nem olyan lényeges. Fene vigyen ezeket a denevéreket. Nem olyan lényegesek a lútok, amik itt bent vannak, úgyhogy el lehet őket hagyni, meg hát amúgy is kígyó kisasszony van csak itt, úgyhogy ő aztán végképp nem annyira érdekes számunkra. Örültük, hogy túléltük. Na és akkor rohanunk. És itt fontos, hogy le legyen engedve ugye ez a létre, mert itt tudunk hamarabb visszamenni a Shrine-hoz. Cicák meg ugye mondtam, baromi gyorsan járnak lefelé, úgyhogy itt most tényleg sietnem kellene. Már csak amiatt is, mert van egy Nüreonna még itt az aréna előtt, és még azzal el kellene bánnunk. Még mielőtt a cicák lejárnak, úgyhogy az tényleg lényeges. Na, küzdjünk meg, tessenek jönni, mert nem érünk rá. A teljes cica hadsereg nekem Jacuhoz kell. Ó, de kár, hogy ezt elrontottam. Na mindegy. Én ez erre. Jó, még jók vagyunk időbe. Teljesen jó. Na, és akkor jöhet az utolsó cicmic. És akkor így most már fullosan mehetünk bejátszúzni. Gyere, cica, ne izéljél itt velem. Légy szíves. Na, készen állunk. Kérem szépen, készen állunk. Hát ezt itt még azért felvesszük. Na, és akkor Purity, és megyünk vissza. Na és hát a cél az, hogy a cicák, mivel non-stop töltik az animát, minél többször tudjak Yokai abilitizni. Ajaj, ez nem jó. A fene vigyel, hogy már ez se lesz meg a Crusher.
Hát jó van, akkor innentől kezdve ennek nincs tétje, úgymond. Kár. Amúgy kiteleportálhatnék megpróbálni újra, mert ha a travalemulettel megyek ki, akkor megmaradnak a cicukák, még be tudnám őket egyszer hozni, de... De én most már nem izélek itt. Menj innen. Haladjunk Jetsuval. Majd őt is megcsinálom így videón kívül Crusherre. Emán így maradt. Hát egy kicsit messze voltunk. Igen, itt a kis kígyókkal kell csak vigyázni egyébként annyi. Maga Jetsu nem egy ilyen nagy izé eresztés. Hála a jó Istennek. Pak. Szerintem ebből meg is van. Ah, jó, oké. Na hát a Crusher az mondom nem lett meg. Bár lehet, hogy most visszajövök még egyszer erre a missionre, és akkor... Mivel ugye őt is meg kellene még négyszer ölni. Meg a Crushert megcsinálni. Az lehet, hogy majd még így belevágom így a résznek a végébe. Na, kérem, én itt vagyok megint újra. Úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt ennek a Jetsunokám is Crushernek. Hát ha most összejönne. Úgyhogy én itt már leírtottam a teljes komplett pályát. Most vissza se töltem a cuccokat. Hanem így, ahogy vagyunk, rohanunk befelé Jetsuhoz. Barrier, Purity, az megvan. Úgyhogy cicák készen létben. És most tényleg azt fogom csinálni. Átmegyünk Yokai-ba. De csak és kizárólag a Yokai Ability-ket akarnám rá spamolni. Ezerrel igazából. Úgyhogy, hát lássuk. Hát ha most meg lenne az a Crusher. Így is úgy is meg kell, hogy legyen. Hamarost. Mert én addig kérem a második régióba, biztos, hogy nem megyek át. Ameddig ez nekem össze nem jön. Úgyhogy spam. Helyes. Így van. Tessenek összeesni nekem. Tűrűdű. És tényleg csak annyit akarok, hogy így, hogy a cicák is töltik a cuccokat. Yokai-ba is viszonylag gyorsan jönnek a Yokai Ability-k. Így azért szerintem le tudjuk őt pikpak szedni. Ajaj, így jó lesz, meg lesz. És meg is van. Na, jó van, ennek örülök. Már most nagyon izélte a csőrömet ez, hogy nem sikerült a Jetsu. De igazából itt az elején muszáj leszek így csinálni ezeket, hogy tényleg pikpak... Ó, a cicák dobtak csengőket. Na mindegy. Pikpak Yokai, és akkor így spamolni, mert egyelőre még se armor ügyileg, sem fegyverügyileg nem állunk úgy, hogy máshogy neki menjek ezeknek. És úgy viszonylag elég sokáig tartana, hogyha csak így izélgetném, pöci-pöcizgetném őket. Na. Ez így akkor bemegy megint a levesbe. Na és akkor most már tényleg, na a title-t azt már azonnal kikérem, érted Jetsu, mert ha már megdolgoztam most így még pluszba ezért, akkor most már váltsuk ki. Na és akkor ugye van elég sok pontunk, amit elkölthetünk, és szerintem kezdjünk el errefelé menni, töltsön vissza HP-t nekünk a grapple, illetve jó lenne így erre felfelé haladni, hát meg nyilván lefelé. Igazából így itt minden tök jó, ami van. Lehet, hogy a burst counter felé is el kellene kezdenünk építkezni, úgyhogy akkor ezt is így itt nyitogatjuk. Hát majd, ahogy ami jön igazából. Itt pedig akkor ugye a kapacitás felé kell pakolgatnunk, és hát itt most egyelőre ennyit tudtunk tenni az ügy érdekében. Viszont ki vannak már, megjelentek a dojo-k, úgyhogy azokat mindjárt megcsináljuk, a ninja és a magic dojo is. Itt pedig, kérem szépen, lehet, hogy a final blow-t kellene nyitnunk, bár ezért megnézem, hogy milyen. Retrograde flow. Ez jó, ez főleg a peri után jó egyébként ilyen skill, amit lehet csinálni. Úgyhogy majd, hogyha oda kerül a sor, akkor megmutatom. Na próbáljuk akkor megcsinálni ezt a ninja dojo-t. Kapunk is érte egy lockot, illetve újabb ninja skill-ek válnak ugye ezáltal elérhetővé. Na itt viszont tényleg ninjákkal kell majd elbánni, úgyhogy... Úgyhogy, ez nem lesz egy nehéz dolog, itt ugye annyi a feladat, hogy a shurikent nyissuk ki, és tegyük be magunknak, tehát lényegében ez a ready jutsu tutoriális egyben.
Amúgy a Ninja Dojók egy bizonyos ideig sokkal könnyebbek, mint a Magic-es Dojók. Ott már most is be fog dobni, úgymond a mély vízbe a játék. Úgyhogy ezt biztos, hogy hamar megcsináljuk. Hát a Magic-est azt meg majd meglátjuk. Bár azért az se lesz annyira vészes. Itt most tényleg azt hiszem három kis ninja, meg egy nagy ninja, vagy két kis ninja, és egy nagy ninja, valami ilyesmit kellene csinálni. Nem is feltétlen kell itt használni nekünk amúgy a shurikent. De igazából, ja, ennyi volt. Jó, oké. Hát akkor ez itt egy ninja volt. Akkor majd a következő lesz a három ninjás történet. El is felejtettem tényleg, hogy ezek csak ilyen kis kóstolgató dojók itt az elején. Akkor lehet, hogy az omniós se lesz valami nagyszám. Már most így nem emlékszem, hogy a legelső magic-es milyen volt egészen pontosan. Na de. Nézzük, hogy akkor most már mit tudunk elérni. Egyrészt ki tudjuk nyitni ezt a passzívot, ez mindenképpen örömteli hír számunkra. És szerintem elkezdünk építkezni még itt akkor e felé is, és hát még ezt se engednék kinyitni, de nem baj igazából. Jó. Magicnél akkor csináljuk meg a dojót itt is, és akkor meglátjuk, hogy itt miket enged majd meg nekünk a játék. Na, Magic Dojo. Lássuk, itt mit szeret. Jaj, tudom, igen. Hát ez azért lényegesen nehezebb, mint a Ninja Dojo, mert itt ugye a Purity Talizment kell kinyitni, és egy nagy gaki jön. És hát, azt kell, hogy mondjam, hogy mivel semmi skill nem lesz a kardon, ez így érdekes lesz. Na, de nem baj. Valahogy megoldjuk ezt a történetet. Mondom, ez jóval nehezebb azért, mint az, hogy most szedjél ott le a Ninja Dojo-ba egy darab ninját, mint itt egy ilyen nagy gakit. Ezt nem is értem, hogy hogy találhatták egyébként ki. Na, gyere, gaki. Mert nyilván felviszed rá a Purity-t, de azért egy ekkora izét itt leszedni, és ugye semmi híled. Lótúró. Kit sincs rá úgy igazán, hogy ugye büntesd. Tehát ezzel a Purity talizmánnal itt szerintem baromira nincsen kisegítve az ember. Na mindegy, valahogy leszedjük. Megvan. De ez fel tudja azért adni a leckét szerintem. Ez a nagy gaki. Ha egy kis gakit raknak ide, még azt mondom, oké, de így ez. Á, na mindegy. Túl vagyunk rajta. Most már megnézhetjük, hogy miután megkapjuk a kis magic lockunkat, hogy milyen új dolgok elérhetőek számunkra. Most sok mindent mondom, nem fogok tudni használni. Lényegében végig ezt a barrier talizmánt fogom nyomatni, az fix, hogy marad. Meg majd az extraction talizmánt szeretném ugye kinyitni. Hát meg majd meglátjuk, hogy az archukáj az belefér-e még. Na mindegy, egy biztos extraction kell majd nekünk legközelebb, úgyhogy erre megyünk. Ezt mindenképpen kinyitjuk, és hát nézegetjük majd itt még a passzívokat, mert most azon kívül igazából más nem nagyon tudok. Mondjuk nézzünk majd így el erre a Fire Resistance felé, meg hát meg ilyen dolgokat tudunk itt még majd most csinálni. Mást annyira nagyon nem. Na és akkor még megnézzük, hogy kaptunk-e valami izgalmatosat. Hát matchlockból mindenképpen. Azt most úgy nem szívesen forzsolgatnék magamnak. Tehát itt most ami jön a pályáról, az lesz. Hát itt Lila Longbow és Wisteria, úgyhogy az maradhat. Annyi, hogy most már kezdenek ugye nagyobb szintű itemek jönni. Na most ezen az első régióban a max level, amit kaphatunk, fegyver és armor terén is, az ugye 35, ha jól emlékszem. Úgyhogy attól nagyobbat innen nem hozhatunk ki, teljesen mindegy, hogy mennyit farmolgatunk itt, ez itt a cap lényegében. Na hát akkor most jelenleg ennyivel van ennyink. Hát örülök, hogy akkor végül megpróbáltam még egyszer a jetut, másodjára azért meglett a crusher, elköltöttük a pontokat, kinyitottunk mindent. A következő részre, ez ugye a kovácsos küldetés, ezt muszáj megcsinálni, hogyha azt akarjuk, hogy ugye bővüljön a kovács műhely. Ugye minden egyes régióban van valami kovácsos küldi, és a továbbiakban onnan fogjuk megismerni ezeket, hogy Tojó fog ott állni a küldetés leírás mellett. Itt meg nyilván benne van a küldetésnek a nevében az, hogy Kovács, ugye a Blacksmith, úgyhogy ezt onnan lehet tudni. Ezeket majd megcsinálom, és akkor a második régióval folytatjuk majd a
a level 1 ránt tovább. Ezek a missionök, mondom, a többi így annyira nem olyan érdekes. Ez az erdősnek egy hosszabb verziója, ez pedig egy ilyen kodoma keresgetős, nem valami nagy izgalmatosság. Illetve nyilván, amiket elérek majd a Twilight-okat, azokat majd mindig megcsinálom, hogy bővüljön az alapanyag, és ugye ez a Quality Umbra Sight, ez kifejezetten ritka alapanyag, így itt Samurájon. Jó darabig nem is ad természetes úton a játék belőle sem ennyit se, úgyhogy ezt inkább így a Twilight-okból lehet majd így kihozni, úgyhogy ezt amiatt majd tényleg megcsinálom. Na, úgyhogy akkor hát ez a rész, ez így most ennyi volt, dojoztunk, jeszusztunk, crasheröztünk, haladtunk, végre van egy normális corruptionos fegyverünk, egy jó darabig ugye ez lesz most nálunk. Aztán, ahogy majd kapom az alapanyagokat, úgy leforgyolgatom magamnak ezt a szóhaja szettet is. Ez most nem olyan lényeges, hogy legyen, mondom, nekünk set bónusz, csak jó lenne, hogyha mondjuk lilába meg tudnám csinálni a teljes felhozatalt. Ezt fullosan elbírnánk. Egy light armor, úgyhogy védelem az hoki lesz, de hát itt level 1-en amúgy se lesz valami borzasztóan sok HP-nk. Na, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmet, és akkor remélem, hogy legközelebb is találkozunk. További szép napot vagy szép estét nektek. Sziasztok!